hisz, mikor találkoztunk bulikba, vagy elmondom inkább azt, mikor stúdióba találkoztunk, mert ugye mi lemezeket adtunk ki, közösen dalok jelentek meg együtt, most nem tudom, Palika áldja meg az Isten, én nem akarok neveket mondani, de hogy csak értsék az emberek, hogy mekkora szeretet övezte akkor azt a roma közösséget. Hogy soha nem volt olyan duma, hogy megsértsünk valakit valamiért, főleg nótáért vagy dalért. De elérkeztünk ebbe a modern világba, ami hála Istennek így van, ahogy van. Mi elfogadjuk és megpróbálunk haladni ezzel a korral. A Jamie azt is elmondta, hogy egyek vagyunk, bátyja meg nem tudom, hogy fogalmazott, mert megmondom őszintén, én csak így teljesen nem néztem meg a live-ot, csak ahogy ültem és közben beszéltem valakivel, úgy hallottam és mondtam, hogy én ezt nem vagyok hajlandó végighallgatni, hogy szegény apám ugye nincs közöttünk, és most azt annak a nevét, hogy ki ez, mi ez, hát húgyozások, szelek, meg stb. Ez nekem, megmondom őszintén, ha betonból van az ember, akkor is rosszul esik. Hogyha a felmenőit, főleg akit nincsenek, hogy azokat a neveket használjuk úgy, hogy sértő. De ezzel még nem is akadok meg annyira. Mert jó van, hogyha engemet mond, akkor el van intézve. De el kell, hogy mondjak neki valamit. Hogy nem egyezünk. Elmondom, hogy miben nem egyezünk. Egyszer nem egyezünk abba, hogy olyan idős unokáim vannak, mint te. Egyszer nem egyezünk abba, hogy nekem 34 lemezem jelent meg. Egyszer nem egyezünk meg abba, hogy több slágerem van, mint ahány éves vagy te, és ez nem sértő. Halljak meg, ha sértőként mondom. Egyszer nem egyezünk abba, hogy ezek a dalok, amiről szó van, még meg se születtél, mikor már ez le voltak védve Bódi Gusztinak. És a mostani modell dalok meg le volt védve a Fekete Szemek néven. Ez nem egy dalról szól, hogy most kiemeltünk egy dalt, hogy na, ez a dal mindenki, ez a dal így, ez a dal úgy. El szeretném mondani, hogy mindenki tudja ezt, hogy ez a dolog úgy történt, hogy egy stúdióst felhívott Margó, de azt se tudta, hogy kicsoda, hogy cigány, magyar, kinek a YouTube-ja, csak fölhívta, hogy kapott egy értesítést, figyelj, tudatta vele, hogy vedd le, nem tudom ki énekli a dalokat, valamilyen nóták vannak, és le kéne tiltani, hogy ne tiltsák le a YouTube-ot. Szóval Margó jót akar, de azt mondta, hogy legközelebb nem fog szólni, hadd tiltsák le a csatornát. Itt nincs, hogy mi letiltunk, letiltsák, mert megvan adva egy YouTube kezelőnk, aki figyeli a nótákat, a dalokat, és persze én nem tehetek róla, hogyha valakit letiltanak. 3 ezeren vagyunk közben. Köszönöm szépen, te veszeszti baktare, de üleszelek hasznulni. Te menáldi, mert te baktare. Azért folytatom magyarul, hogy mindenki értse. Én nem akarok senkit megsérteni, nem akarok senkit megbántani. Szeretném még mondani azt, a Jamie-nek és a családját áldja meg a drága jó Isten, tiszta szeretet övez. Vendégeskedtünk náluk, ők vendégeskedtek nálam, és csak azért mondom meg, hogy maradjon meg a szeretet. Csabi többször találkozott a barátjával, és még most is barátok, az asszonyok, a lányok mondjuk azt, hogy napi kapcsolatban vannak, hívják egymást. Én most nem akarom magamat fényezni, meg nem akarok magamra mondani, mert én már ettől nagyobbat nem tudok énekelni, mert ami már vagyok, az már megvagyok, hogy el szeretnék valamit mondani. Csabi a kórházban volt 10 napig, és éjjel-nappal, így ott fiam, nem aludtunk, végünk volt, az életünket oda akartuk adni, hogy Csabit megmentsük. És bocsánatot kérlek, de szerintem tudja az egész ország, hogy a Jamie-nek a tesója, nem akarom a nevét mondani, de hogy az legyen, hogy én most ötlet felhasználom, Isten őriz, az Isten látja a lelkem, hogy nem. Mikor a kórházba került, én voltam az első, aki felhívta, és azt mondtam neki, figyelj ide, az Isten áldjon meg. Bármikor szükséged van segítségre, nyugodtan hívjál bennünket, megyünk, mozgunk, éjjel-nappal, sőt még mondtam is neki, ne szégyeld, ha éjjel van, nyugodtan csörög rám, azon a pattanon megyünk, intézkedünk, segítünk, amiben tudunk. Ez így történt. Így történt ez a klipnél is, mielőtt nem volt a Jamie-nek az infója, hogy én írtam a fiúnak oda, mert hogy a közös dal csinált valakivel, akaratlanul nem használom a nevet, hogy nehogy probléma legyen, hogy miért használom a nevüket. És írtam oda, boldog vagyok, hogy látom, hogy énekelnek, hogy vannak a fiatalok, meg az egész életemet arra tettem föl, hogy minél több fiatalt
tudjak megmutatni az országnak, meg határon kívül. És itt nem a vagányságról szól, nem a gazdaságról. Én mikor a családommal voltam, nagyon valaki, én akkor is ugyanaz voltam, mint most, ezt tudja az a sok tízezer, meg több millió ember, akik ismernek bennünket, hogy a mi agyunk nincs arra rátermezve, hogy valaki ellen. Ha én irigy lennék, akkor nem adtam ok ezt a sok tehetséget, vagy én haragudnék azért, hogy éneklik a dalokat. És nem tartanám itt. Én boldog vagyok, hogyha éneklik a dalainkat, ezt elmondtam, mert ezelőtt 30 évvel örültem, hogy az én dalaimat éneklik. Amit nagyon fontosnak tartok, nem vagyunk még egyek abban sem, hogy én nagy ecsednek tiszteletbeli díszpolgára vagyok, és az első cigány vagyok Magyarországon, aki ezt megkapta. Egyedülálló, abban sem egyezünk, hogy egy emlékművet állítottak, és még élünk, mert valamit letettünk az asztalra. Abban sem egyezünk még, hogy én, már mikor te meg se voltál, és halljak meg, hogyha én ezt haragból mondom. Csak tudatára szeretném adni több fiatalnak, hogy tanuljon ebből az esetből. Tanuljon a fiam is, tanuljon az unokám is, hogy mit nem lehet csinálni. Picit, én úgy gondolom, hogy sürgősen, hogy az ember nem gondolja el.